Szigorú szemekkel nézik a juhokat, nyílt fajta bírálat zajlik a kaposvári állattenyésztési napokon. A legszebb juhokat választják ki a bírák, és ez alapján díjakat adnak majd a legjobb juhtenyésztőknek a munkájuk elismeréseként. A bírálatok úgy történnek, hogy a nulladik napon az állatokat zárt körűen lebírálják minden egyes bemutatott csoportot 100 pontos bírálati rendszerben. Ezután összesítik ezeket a pontokat, és csoportdíjak kerülnek kiosztásra. Illetve a bírálatnak a folytatása, amikor a kiállítás első napján, ami a mai nap volt, minden boxból a legszebbnek vélt állatot kihozzák, és ezeket egymással összevetik. Holló Mátyás ezúttal is igen eredményesen szerepelt. Az uszódi juhtenyésztő az előző napi zárt bírálatokon kapott pontszámokkal együtt már sorozatban 7. alkalommal kapta meg a legnagyobb elismerést, a juhtenyésztési nagydíjat. Ő lett a magyar merino fajta győztes gyerkém, a 11.433-as számú állat, és a korcsoport győztes versenyben a második helyezést érte el, illetve ebben a boxba található még a 11.642-es számú magyar merino növendékosom, amelyik a kiállítás legszebb növendékosa címet érte el. Abrakoltatás, szenázsetetés és almozás. Mindennapos feladat az állatoknál. Holló Mátyás már több mint negyed százada, 1995 óta végzi a folyamatosan bővülő gazdaságában ezt a munkát. Gyerekkorom óta juhtenyésztéssel foglalkozom, mivel szüleim is ezt a szép hivatást űzték. Szinte én beleszülettem a juhászatba. Bács-Kiskun megyében, ugye Uszódfaluban végzem a munkámat. Gazdaságomhoz tartozik a 1500 darab juh, és ezen kívül földterületekkel is rendelkezünk. Mondhatom azt, hogy teljesen önellátó a gazdaságunk, mivel az állatok számára szükséges takarmányt meg is tudjuk termelni. Minden állatom törzskönyvi minősítéssel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy törzstenyésztő vagyok. Minden állatom törzskönyvi nyilvántartásban szerepel. Elsődleges célunk a tenyészállatok értékesítése, tenyészállat előállítás, ami nem üti meg a tenyészállat szintet, azok az állatok kerülnek exportra, vágásra. Három fajtával foglalkozom, a magyar merinóval, a Berrichon Duchenne-rel és az Île-de-France-szal. Mindhárom fajtából hoztam a kiállításra a csoportot. Elmondhatom így utólag a bírálat végén, hogy jól szerepeltek az állataim.